A régi pokolgép nótából is tudjuk, hogy a betonházak között nem várnak csodák. Mi viszont olyan helyre mentünk, ahol a házak között betoncsodák vártak. A ráckevei Dunaág gyönyörű természeti környezetében rengeteg betont hordtak, hogy megrendezhessék a második betonkerukupát. Az impozáns Savoyai kastély szolgált bázisú, itt mutathatták be prezentációjukat a résztvevő építőipari cégek és egyetemi csapatok. A MAPEI a névadó szponzor szerepét, az indulók pedig konstrukcióik szigorú mérlegelését vállalták. És ha már szóba kerültek a régi nóták, ezt sem hagyhattuk ki. Az az érdekes, hogy a 19. század közepén, amikor a vasbeton megszületett, akkor az első alkotások kenut formáztak, tehát egy úszótest volt, több oldalas kiírási szabályzat van, aminek egyik része az, hogy a beton cement tartalma legalább 250 kg per köbméter legyen, tehát ezt nem lehet egyszerűen csak valamilyen polimerre kicserélni, mert akkor a vízzárosságát is könnyű lenne fokozni. A technológia más tett, amivel készítették a kenukat, és tavaly a legkönnyebb kenu 140 kilós volt, legnehezebb 375 kilós, az egy speciális kenu volt, alig úszott, de azért úszott. És idén pedig a legkönnyebb kenu a 60 kilós, tehát váltott a technológiát a kollégák, akik ezeket elkészítették. Ez egy óriási próbatétel, sportértékű próbatétel is, és műszaki próbatétel is egyaránt, körülbelül 50-50%-ban. Tehát mire ide érkezünk a versenyre, az nekünk számunkra már azt jelenti, hogy az 50%-án túl vagyunk körülbelül, vagyis el kell készítenünk azt a hajót, azt a csónakot, amin a versenyen indulni fog. Az első futam során talán a túlzott lelkesedés vagy a többmázsás monstrumok miatt néhány egység keresztbe indult el, és a kavalkád végén a zsűri az ismétlés mellett döntött. Mindenki elfogadta az ítéletet, hiszen a betonos szakemberek mellett egy kenus legenda, az olimpiai bajnok Horváth Csaba is szerepet kapott a bírák között. Csepelen másfél hónapja edzősködök, hogy Csepelen is népszerűsítsük egy kicsit a kenuzást. Új gyerekeket toborzok, fiatal gyerekeket, akik még nem kenuztak, kisiskolásokat, és hát szeretnénk egy kicsikét fölhozni. Nem is azt mondom, hogy a kajak mellé, mert a kajak nagyon népszerű, hanem egy kicsikét a kajak közelébe. Úgymond, emellett még sárkányhajóztatók, van két csapatom, sárkányhajó csapatom. Az a sportág viszont én azt gondolom egyre inkább elfogadott és népszerű. Látva a zsűrizésben mutatott kérlelhetetlen szakmaiságot, javasoltuk Csabának, hogy renitens tanítványait ezentúl parancsolja betonkenúba. Ez jó ötlet, ezt megmondom, hogy esetleg aki nem úgy teljesíti az edzést, vagy éppen valami olyan sztorion, akkor esetleg ebbe átültetem. Amíg a kenukat és a csapattagokat újra harcképessé tették, addig mindenki kipróbálhatta a sárkányhajózást. Ez a verseny az idén is arról szól, amire tavaly azt hiszem sikerült kitalálnunk és megvalósítani. Az egyik fő része az, hogy innovatívan kezeljük ezt az anyagot, és beletegyük azokat a lehetőségeket, hogy most már rendelkezésünkre állnak a piacon. A másik, ami én szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy akik ezen a területén dolgoznak a szakmának, azok egymásra találják, és nem mint ellenségek, hogy versenytársak, hanem tényleg itt nagyon nagy parti ez az egész. És ami talán a legfontosabb, és most a rengeteg egyetemi részvételből ezt úgy gondolom, hogy ezt kiemelném, hogy azok a srácok, akik pár évvel ezelőtt úgy kerültek ki az egyetemről, vagy műszaki egyetemről, hogy a betonról azt tudták, hogy szürke, meg kemény, meg talán még van benne kavics, meg cement, meg ilyen alkatrészek, ehhez képest most már tudják, hogy egész extrém dolgokat is meg lehet valósítani, és talán ez egy kicsit a világ más tájaihoz hasonló épületek keletkezhetnek nálunk is ebből az anyagból. Nagyon örülünk neki, hogy most már nemzetköziek vagyunk, és idén a Kolozsvári Egyetem is elindult. Az egyetemektől is, az itthoni egyetemektől is sokkal nagyobb az érdeklődés. Most 5 egyetem volt, összesen 9 hajó. Tavaly 7 napos hajóval indultunk, úgy gondoltuk, hogy az nagyon kevés idő, hogy a beton megkössön, ezért most kicsit hosszabb időt hagytunk, most 8 napossal indultunk, illetve sokkal másabb dizájnt adtunk neki, megpróbáltunk egy anyagában kék színűre festett betont használni. A súlyt azt csökkenteni szerettük volna, ami csak kismértékben sikerült, mert tavaly egy olyan 142 kilós volt, idén 136 kilós lett a hajónk. És hogyan ment a próbafutamnak bizonyult első futam alatt? Hát megmondom őszintén, hogy minden várakozás felülmúlt, mert sikerült tényleg egy olyan jó hajót csinálnunk,
ami nagyon kis energiakifejtéssel lehetett hajtani, és szerintem az eredmény önmagáért beszél, hogy a többieket úgy igen csúnyán lehagytuk. A második MAPEI Betonkenu kupát a legkönnyebb hajóval induló Budapesti Műszaki Egyetem építőanyagok és mérnökgeológia tanszékének csapata nyerte a Frissbeton és a MAPEI egységei előtt. A kötött beton mellett mennyire fontos a kötött izomzat? Hogy sikerült a verseny? Készülhettünk volna, mindig úgy tervezünk tavaly is és idén is, hogy többet készülünk rá. Ez egy játékos verseny, és célunk az, hogy mindenki megtanulja a speciális beton készítését, de az evezést is élvezze emellett. A nap végén mindenki elégedett volt, és már a jövő évi versenyt tervezte. Mi pedig megállapíthattuk, hogy ezek a lelkes építők és egyetemisták biztosan nem sok gangsterfilmet láthattak, mert egész nap fülig ért a szájuk, és kifejezetten örültek, mikor azt mondták nekik, betontalábuk köré és irány a folyó.